402-es járat utasait párizsi úti céllal megkérjük, hogy fáradjanak a 33-as kapuhoz. Elnézést. Elnézést. Blanka! A 402-es járat utasait párizsi úti céllal megkérjük, hogy fáradjanak a 33-as kapuhoz. Nyitva van. Már itt van Isabella Rojas. Várjon egy pillanatot, kérem. Igenis. Vigye a kisasszonyt újra a cellájába, kérem. Igenis. Engedjen már! Egy pillanat. Szeretnék jelen lenni, hogy halljam, mit mond a nénikém. Innen nem moccanok. Azt kell tenned, amit mondanak neked. De akkor is itt kell lennem, hogy lássam, mit hazudik. Tudnom kell, képes-e a szemembe mondani, amit a vallomásában állít. Nagyon félek, kisasszony, hogy ez lehetetlen. Kérem, ha lenne olyan... Nem, ne nyújkáljon! De nem igazság, amit velem csinálnak. Nem kapok lehetőséget, hogy megvédjem magam, ez nem igazság. Maradni akarok. Jó, elmegyek. Omar. Hála Istennek, időben érkeztem. Omar. Egyszerre eszembe ötlött, hogy elveszítelek talán mindörökre. És ezúttal talán soha nem találok rád. Ha úgy akarod, örökre itt maradok melletted. Örökre. Arra gondoltam, hogy távol leszel. Rád és rám, hogy szörnyű távolság választ majd el. A tenger, a felejtés. Eszembe jutott, hogy ez talán végleges és örökre szóló búcsú. Ezért rohantam ide, hogy megállítsanak. Omar, kedvesem. Estefania megvádolt? De hát én, na jó, én megmagyarázom, igazából én... Az unokahúga szerint maga pontosan tisztában volt mindennel, amit eltervezett. És hogy Acapulcóba azért mentek, hogy együtt várják a végleges halál hírét, hogy meghalt Maria de Jesus. Na jó, ez csak azért mondta, hogy engem is belerántson. Bosszút akart állni, én az igazat mondtam maguknak. Szóval nem tudta, hogy az unokahúga kicserélte a töltényeket? Nem, én nem tudtam róla. Én egyáltalán nem tudtam, hogy Estefania ezt tette. Ezt még be kell bizonyítani. Talán magának nem elég a szavam. Sajnálom, Rojas asszony, de nekünk itt biztosra kell mennünk. Ilyen esetekben a legjobb a szembesítés. Mi most mit akarnak? Szembesíteni fogjuk önt az unokahúgával. Az ágy. Egy. Kettő. Három. Négy. Négy. Egy. Kettő. Öt. Kettő. Öt. Ja, Istenem. Muszáj lesz odaérnem. Oh.
Látod? Csak elérted, Marichui. Köszönöm. Hát, maga az. Patricio úr. Kerestem önt odahaza. Cecilia kissé nyugtalan volt, és megkért, hogy nézzek be ide, hogy hogy van. Éppen arra várunk, hogy felhozzák Estefániát. Megint ki fogják vallatni. Most éppen szembesítés lesz. Itt van a nénikéje, aki állítja, hogy semmit nem tudott az ügyről. Estefánia szerint tudott, azt mondja, mindenről tudott. Köszönöm. Már hozzák is. Ő felügyelő? Igen. Doktor, a San Román ugye jelen lehet. Ő Mária de Jesus volt férje. Nos, csak tessék, tőlem nincs semmi akadálya. Köszönöm. Csak tessék, ahogy gondolja. Kérem, jöjjön be! Na csak, te is eljöttél megnézni az előadást, Juan Miguel. Parancsoljon! Szia, drága nénikém! Na jó, akkor vágjunk bele. Épp ahogy mondom, az ötlet tőlem jött, de ő is egyetértett. A nénikém mindenről tudott. Mondd a szemembe, ha nem így volt. Gyerünk! Mondd ki a nyomozó előtt! Elhallgass! Engem már nem hallgattathatsz el! Mondtam neked, hogy ne beszélj, és feljelentettél. Aljas áruló vagy! Akkorra már lelepleztek, Estefánia! És te még jobban hátba döftél engem! Vagy tévednék? Nem tudtál újabb bizonyítékot a kezükbe? Neked már mindenképpen véged van. Miért fontos, hogy magaddal ránts engem is? Ha én elbukom, nem fogok egyedül bukni. Együtt fogunk elbukni. Gyalázatos vagy. Aljas tisztó! Neked mindegy, mit gondolsz rólam. Te sem fogod megúszni. Elég tudni, hogy honnan jöttél. Patricio Velarde tudja, hogy a lányának adtál ki engem, hogy pénzt csalj ki tőle, meg a feleségétől. Igen. És talán te nem tudtad, ha? Mert te is benne voltál. Segítettél méghozzá igencsak lelkesen. Talán nincs igazam? Estefánia, te tudtad, hogy valójában nem vagy a lányunk? Persze, hogy tudta. Tessék, tagad le. Lássuk, hazudtolj meg, lássuk, ki hisz neked. Már evett a kis Juanito? Ahogy te is tudod, a telepocak boldog lélek. Hallod, lányom, mit csináltál, amikor jöttem? Mert amikor elmentem, még ültél. Á, tudod, csak egy kicsit gyakoroltam, Kande. Most már körbe tudok menni a szobában. Egyedül? Jaj, kicsim. Na és ha elesnél, és beütöd a fejed valahová? Nem, dehogy. Hadd mondjam csak el. Innen az ágytól az asztalig, ami itt van szemben, van 4 lépés. Aztán az asztaltól az ajtóig van még 8 lépés. Aztán visszafelé egészen az ágyig, hogy vissza tudjak feküdni, az úgy 15 lépés mindösszesen. Na hát, hallod-e? Nem mondom, nagyon ügyes vagy, kislányom. Talán azért, mert vagy ezerszer végigjártam ezt az egészet, Candelária, számoltam a lépéseket. Én meg odakint ültem, nyugodtan csücsültem, jaj, és te meg itt életveszélyben forogtál. Jaj, Candelária, figyelj, van egy ötletem, fogd meg a kicsikét, és megmutatom, jó? Na jó, figyelj csak, tessék, odaadom neked, légy szíves, vedd el, jó? Ha már fogod, biztosan fogod, akkor megmutatom, és akkor majd magad is látod, rendben? Figyelj csak, figyelj, neked elég, ha most csak figyelsz, jó? Meglátod. Mit fogsz tenni? Meglátod. Most nagyon figyelj, majd meglátod. Meglátom? Vak vezet világtalant. Már csak, mindjárt meglátod. Figyelj csak. Figyelj, már egy kicsit. 1 2 3 Szekrény. Látod? Látod, megmondtam. Jaj. Látod? Milyen ravasz vagy. Csodálatos. Várj csak. És meddig tudsz még elszámolni? Jaj, Kande, várj még! Figyelj, majd mindjárt meglátod. Figyelj! Figyelj csak, anyut! Nézd csak, anyut, nézd csak, mit csinál! 3 Figyelj! 4
Figyelj csak! Öt. Nézd, nézd, ezt nézd! Hat. Nézd csak meg!